érzékeny szempontjából már behozhatatlan előre tettek szert, viszont itt vannak Vince Feriék, itt vannak Durán Frigyesék. Ötössel Tibián József és Szurokcsák István, régi motorosok, tapasztalt rutinos pilóta és navigátor. Sziasztok! Ezen a szezon záró, mik a tervek? Sziasztok, köszöntök mindenkit! Nagyon örülünk, hogy itt lehetünk a Dakar Rallyn. Szívem csücske, minden gyorsasági jó vagy is környékén, tehát gyakorlatilag én még nem mentem olyan versenyen, mert régen ott versenyzünk, ahol elmondtam volna azt, hogy egy rossz gyorsasági szakaszon mentük végig az Dakar Rallyt, úgyhogy nagyon örülünk, végig szeretnénk menni, természetesen szeretnénk gyorsan menni. Hajrá, gyerünk srácok!
ezt a versenyzést. De voltak gondok is. Jóci, mesélj nekünk erről mai napról. Igen, sajnos a második gyorsági szakaszon nem került, nem kímélt a technika örrege, minket elszakadt a féltengelyünk. Ott bent maradt több mint egy perc. Lecsúsztunk az abszolút 20. helyről, a jelenállás szerint az abszolút 8. tudtuk felhúzni magunkat. Sajnos ez így maradt, de egyébként egy nagyon jó hangulatú nap, pont maradjunk túl, egy nagyon jó verseny volt, úgy gondolom, jó szervezés, pörgés, nagyon jó gyorsági szakaszokkal, úgyhogy összességében véve jó hangulattal zárjuk a napot. De a kategóriában azért még akadt nektek majd évvégére egy kis helyezés, ott is szépen lesztek majd, úgyhogy... Gratulálunk mindenképpen a célbeérkezéshez. Kupák ezúttal most nem lesznek. De egy fotó erejéig még azért álljatok össze. Dobogóra szólítjuk Rizskó Danit, aki a P13-as kategóriában a bajnokhoz mért.